Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel, tisztelettel köszöntöm Gádoros népét, híveit, Húsvét vasárnap, Krisztus feltámadásának fő ünnepét. A Szent Misét úgynevezett pro populo miseként mutatom be, tehát a népért ajánlom föl, különösen is gondolva azokra, akik az epidémia, a világjárvány idején mindent megtesznek egészségünkért, jólétünkért. Föltámadtam és veled vagyok, kezedet rajtam nyugtatod, csodálatos a te tudásod, alleluja. A 138. Zsoltár szavaival kezdtük ünnepi misénket, most lelkiismeretvizsgálatot tartunk, s megbánjuk bűneinket, hogy tiszta lélekkel vehessünk részt a szent áldozatban. A keresztény ember 40 napon át nagy bődben készül erre a nagy ünnepre, Jézus szenvedésének, halálának, föltámadásának megünneplésére. Igyekszik abban az időszakban visszafogni az emberi természetét, tehát bőjtöt fogad, igyekszik jót tenni embertársaival, bűnbánatot tart, ha teheti, szentgyónást végez, és imában, ha teheti, a keresztutat elvégzi nagybőti péntekeken. De bármiben is vétettünk vagy mulasztottunk volna, a bocsátot kérünk a végtelenül irgalmas és szerető Atya Istentől. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Gloria in excelsis Deo! Dicsőség, szent áldás tisztesség, a föltámadt Úrnak, húsvéti Báránynak. Dicsőség, szent áldás tisztesség, a halál és élet arcra szállt, meghalván az élet, a halálon úrlen, a halál és élet arcra szállt.
Könyörögjünk, Istenünk, a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitártod előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézus szent lélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Judea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakba megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanuknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek hát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre, hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus a mi életünk újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Thank you.
Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hova tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett és látta az ott hagyott gyolcs leplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is, ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadni a halálból. Ezek az evangélium igéi. Igen, Krisztus! Krisztusban szeretett testvérek, a föltámadás tényét nem látta senki, mégis a jelek, az üres sír, az angyali jelenés, az otthagyott leplek, és a föltámadottal való későbbi találkozások egyértelművé tették, amit Jézus korábban már megjövendőlt, hogy harmadnapra föltámad a halálból. Természetesen a nagypénteki dráma következtében az apostolok, amikor a föltámadás tényével szembesültek, nehezen tudták elfogadni, ugyanakkor Jézus megjelenése ezt egyértelművé tette, és nem véletlenül Jézus igazolja magát, mutatja a szent sebeit, kezén, lábán, szívén, ugye a sebeket, és még enni is kér, tudjuk egy másik evangéliumi jelenetből, hogy meggyőzze az apostolokat, hogy valóban az a Jézus, aki 3 éven keresztül tanította őket, az a Jézus, aki 3 éven keresztül csodákat tett, betegeket gyógyított, halottakat támasztott föl, ördögöket űzött, és úrrá lett a természet erőin. És az a Jézus, aki nem hagyta magára őket, hanem szeretettel ott van velük, életük minden napján. Hiszen Jézus megjövendőlte, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Jó lesz tudni, ebben az időszakban, mikor a világ nagy-nagy próbatétellel szembesült,
A világjárvány mindenkit elgondolkodtat, mindenkit életformájának megváltozására egyfajta módon késztet. Nekünk is, magyaroknak, bár tudjuk, hogy itt a számadatok, hál' Isten, legalábbis egyelőre szerények a világ komoly számadataihoz képest, mégis mindnyájunk életében változást hozott. Ugyanakkor ez az áldozat, ez a lemondás, hiszük különösen, hogyha hittel fogadjuk a gondviselésnek ezt a megengedett életmód változtatását, akkor az lelkünk javára válik. De nagyon lényeges, hogy komolyan vegyük életünk megváltoztatását, hiszen a Jóisten azért enged meg próbatételeket a világ életében, néha ilyen drasztikus módon is közbelép az Isten, megenged dolgokat, hogy az emberek visszatérjenek az evangéliumi ideálhoz, elhagyják gonosz-rossz útjaikat, életformáikat, és megjavulva Isten útján haladjanak azon a boldog úton, amely egyedül visz el a tökéletes örökké tartó boldogságra. Jól tudjuk, hogy a föltámadás hite és ünneplése nem csak jámbor hagyomány, hanem életforma is, amelynek a komoly vallásos életben kell megnyilvánulnia, a rendszeres imában, a szentmisén való részvételen, és az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiben. Az irgalmasság testi cselekedetei, íhezőnek enni, adni, egyfajta módon igyekeztünk ezen a húsvéton is segíteni a rászorulókon, Caritas révén, illetve a Máltai Szeretett Szolgálat is megtette a maga segítő szolgálatát Isten kegyelméből. Az irgalmasság testi cselekedeteihez tartozik szomjazónak inni adni. Tudjuk, hogy a világnak nagy problémája már ma és lesz is a víznek, az édes víznek, annak a készletének, a biztosítása a világ emberiségének. Tegyünk meg mindent mi is, hogy ne pazaroljuk a vizet, illetve segítsünk azokon, akik valamiféleképpen, ha távolabb is élnek, de a víznek hiányában vannak. Ruhátlanokat felruházni, ez is az irgalmasság testi cselekedeteihez tartozik. Itt a plébánián is vannak használható ruhaneműk. Tudjuk, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat is rendszeresen biztosítja azokat a ruhaneműket, amelyek még használhatók, amelyekre sokan várnak tulajdonképpen. Betegeket meglátogatni, ez is az irgalmasság testi cselekedetéhez tartozik. Ha tehetjük, hát most éppen ugye korlátozva van ez a lehetőségünk, de ha tehetjük, keressük föl beteg testvéreinket, vigasztaljuk őket, és tegyük meg a lelki üdvösségükért is mindent. Ha tudjuk, hogy katolikus, hívjunk hozzá lelkipásztort, nem kell a lelkipásztortól megijedni, nem utolsó keretet szolgáltatunk ki, ez egy téves elképzelés. A betegek szentségével erőt adunk a betegnek, sokszor a beteg gyógyulását is előidézi a betegek szentségének kiszolgáltatása. Vándort befogadni nagyon fontos, hogy a keresztény szeretetnek ezt a válfaját is megéljük. Természetesen is legyünk bölcsek, hiszen a migránsok a vallásunkat, identitásunkat veszélyeztetik, tehát bölcsek legyünk, segítsük azokat, akik hazát keresnek, ugyanakkor védjük szent hitünket. Mindent tegyünk meg, hitünk megerősítése és megmaradása érdekében. Nem véletlenül nyilatkozta Kozma Imre atya tegnap a rádióban, hogy az európai 200 éves tendencia, amely a vallás ellen, az Isten ellen irányult, kell, hogy megváltozzon. Vissza kell hívni az Istent az európai kultúrába. Hazánkban, hála Isten, komoly gyökerei vannak a kereszténységnek. Itt is föl kell éleszteni, nem véletlenül, mondta Szent II. János Pál pápa, Európa újra evangelizálásra szorul,
és ide értendő édes hazánk is. A börtönben sínlődőket meglátogatni megint csak olyan irgalmasság testi cselekedete, amelyet kiki esetleg legalábbis lélekben megtehet, imádkozik a börtönben sínlődőkért, és tegyünk meg mindent, hogy ezek az emberek is lélekben a sanyarú helyzet ellenére is valamiféleképpen előbbre jussanak. Az egyház mindig gondoskodik, hogy a börtönökben legyenek szentmisék, ott lehessen előkészülni esetleg szentségek fölvételére, lehessen szentírást olvasni, és így tovább. Halottakat eltemetni, ez az irgalmasság hetedik fontos cselekedete. Fontos volna, hogy adjuk meg, és ha szeretjük elhonytjainkat, megadjuk nekik, hogy keresztény módon legyenek eltemetve, búcsúztatva. Sajnos az a tapasztalat, hogy a keresztények is hozzátartozóikat, keresztény hozzátartozóikat is nem keresztény módon temetik el. Felelősek vagyunk elhunytjainkért is egyfajta módon. Isten ismeri legapróbb részletekig az életünket, és bizony számon fog kérni dolgokat, hogy akkor tudjuk, hogy az Isten elsődlegesen egy irgalmas, szerető atya, apuka, az abba szó az eredeti nyelven, ugye, az abba szót használjuk, ez szerető, gondviselő apukát jelent, ugyanakkor ő az irgalmas Isten, nagyon jól tudjuk, hogy milyen számon kérésre is fölhatalmazott, és meg is teszi ezt. Irgalmasság lelki cselekedeteiről is kell szólni, ha megújuló és rendszeres életről, hitéletről akarunk szólni. Itt az első, hogy bűnösöket meginteni. Nem ráolvasni másokra a bűnt, de kellő szituációban jó pedagógiával, milyen fontos ez a pedagógusok esetében, meg kell inteni a bűnösöket. Hiszen ahogy a költő mondja, vétkesek köz cinkos, aki néma. Tudatlanokat tanítani, ez az irgalmasság lelki cselekedetének másik fontos szegmense. Hány ember tudatlanság következtében vétkezik, illetve tesz olyan dolgokat, amelyek nem tetszők az Istennek és a lelkiismerete is nem összeegyeztethetők. Természetesen hangsúlyozok, hogy bűn mindig tudatos, de nagyon lényeges, hogy tanítsuk mindazokat, akik valamiben is esetleg kevesebben rendelkeznek, mint mi. A keresztény ember mindig nagy lelki töblettel rendelkezik, fontos, hogy ezt átadjuk másoknak, és itt is felelősséggel tartozunk másokért. Irgalmasság lelki cselekedete, kételkedőknek jó tanácsot adni. Hány ember, különösen mostani szituációban nem tudja, kinek higgyen, mit gondoljon. Nagyon fontos, hogy mi tudjunk jó tanácsot adni a Szentlélek indításával, kérjük ezért a Szent Lelket, hogy segítsen bennünket. A lelki cselekedetek közül szomorúakat vigasztalni, ez a negyedik szegmens. Fontos, hogy aki bánattal, betegséggel, esetleg ugye gyászeseménnyel van az életében meglátogatva, segítsük, vigasztaljuk, keresztényi szép szeretettel. Igyekezzünk a bántalmakat békével tűrni, ez az irgalmasság lelki cselekedetének ötödik fontos szegmense, hiszen érnek bennünket bántalmak, néha jogosan talán, néha jogtalanul, és a keresztény lelkez békével igyekszik tűrni, és igyekszik a rosszat is jóval viszonozni. Hatodik szegmens az irgalmasság lelki cselekedetének, az ellenünk vétőnek megbocsátani rendkívül nehéz. Úgy érezzük, hogy neki kellene nekem megbocsátani, mégis keresztény előzékenységnek a szellemében nekem kell arra törekedni, hogy bárki is volt a bántalom úgymond okozója, nekünk kell keresztényeknek előzékenyen megbocsátani az ellenünk vétőknek. És a hetedik szegmense az irgalmasság lelki cselekedetének, élőkért és holtakért imádkozni. Az ima nagy hatalom.
Szent Edisten szerint az imádság az emberi szellem legmagasabb fokú tevékenysége. Éljünk ebből a lehetőséggel, szívből, lélekből imádkozzunk, ha tehetjük a rózsafűzét is naponta mondjuk el, és ne csak élőkért, hanem az elhunytjainkért is imádkozunk, ők várják a mi itteni segítségünket, ők maguk nem tudják megrövidíteni a tisztító tűzben lévő időt, de mi meg tudjuk rövidíteni az itteni imáinkkal. Utána hálásak az egyház elgondolásáért azok a lelkek, akikért tettünk valamit, imádkoztunk értük, esetleg teljes búcsút is ajánlottunk föl az üdvösségükért. Teljes búcsú azt jelenti, amelyben ma is részesedhetünk, húsvét vasárnap, a pápai áldással kapcsolatban, ugye 12 órakor a pápa Urbi et Orbi áldást ad ugye a Róma városának és az egész földkerekség embereinek. Tehát, ha ezt hívő lélekkel fogadjuk, a mai nap is teljes búcsút nyerhetünk, attól függetlenül, hogy nem leszünk ott jelen a Szent Péter téren, és ma ugye a vészhelyzettel kapcsolatosan üres lesz a Szent Péter tér, de a pápa adja az Urbi et Orbi áldását, amelyet, ha valamilyen technikai eszközön keresztül ugye fölveszünk, jelen leszünk ott, akkor részesülhetünk a tökéletes ugye bánat fölindításával a teljes búcsúban, amelyet fölajánlva egy elhunyt lélekért azon nyomban kiszabad a tisztító tűzből, ha még ott lenne. Köszönjük meg Jézusnak, hogy föltámadásával reményt ad nekünk. Minden nagy péntekre, minden fájdalomra, minden epidémiára van föltámadás. És igyekezzünk komolyan venni azt is, hogy a templom nem veszélyforrás, hanem megváltás helye. Ezért igyekszünk legalább csapóajtót nyitva hagyni a templomokat, hogy addig is valaki betér, akkor már Isten milliójéből, levegőjéből szippanthat egyet, és megerősödve haladhat tovább. A templom a remény helye. A gádorosi szép templom is, Nell György püspök úr, aki innen származott, mindig említi az ő szép templomát. Tehát tiszteljük ezt a templomot, látogassuk, mihelyes lehetőségünk lesz személyesen is itt időt tölteni, illetve szentmisén liturgián részt venni, éljünk ebben a lehetőséggel, hiszen nagyon lényeges, hogy Európa újra keresztény legyen, élő hitű keresztény legyen, és így haladva azon az úton elkerülje azon próbatételeket, amelyek esetleg ezután is várnak az emberiségre, ha nem tér meg. A boldogságot szüzen a mennyei édesanyánk, segítsen bennünket ebben az igaz keresztény lelkületben. Befejezésül bíboros úr imáját szabadjon ismételten elimádkozni, már a napokban ez elhangzott, de a jóból sohasem elég szoktuk mondani. Mindenható Urunk, Atyáink, Istene, hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét, hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért, és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztusunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését,
leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennük a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak, és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add meg felelős viselkedésünkkel, hogy mi is hozzájárulunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk. Szent Háromság, egy Isten, irgalmaz nekünk, boldogságos szíz már a betegek gyógyítója, könyörög érettünk. Credo in unum Deum, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általal lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért. Leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségbe ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőmben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendőrök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus feltámadott, ő a kezdet és a vége, szent, erős és halhatatlan Isten, általa terjesszük kérésünket mennyei Atyánk elé. Tartsd meg, Urunk, húsvéti szentörömben szent Atyánkat, lelki pásztoránkat és hívő népedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Legyen verünk édes hazánkkal és az egész világgal a te békéd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szítsd fel a keresztség kegyelmét mindnyájunkban, akik a keresztvízben meghaltunk a bűnnek és feltámadtunk az új életre. Kérünk téged, hallgass meg. Feltámadás, hogy győzelme bátorítsa a betegeket, az öregeket és a szenvedőket. A halálon aratott diadalod juttas el megholt testvéreinket a feltámadás dicsőségére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örökösen újjászületünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában,
tekints ránk kegyelmesen is enged, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk. Krisztus, a mi Urunk, által. Amen. Lakszótlanul, várd a földre, áldott vagy, Urunk, mindenség Isten, mert a te bűkezésségedből kaptuk a kenyeret, fölajánljuk neked, mint a föltem, és ember munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Bor és víz titka által részesek vannak Istenségében, aki kegyesen én ember sem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot. Nevének dicséretére, dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentet áldozat. Áldozati oltárunkra kenyér és bor mellé szívünk, lelkünk ajándékait hozzuk, húsvéti készületünket, igaz bűnbánatunkat, imáinkat, jó tetteinket, becsületes munkánkat, kötelesség teljesítéseinket, jó föltételeinket, hálánkat, örömeinket, de próbatételeinket is idehozzuk. Hisszük, hogy mindezekre a mennyi Atya végtelen szeretetében bőséges áldását adja. Urunk Istenünk, újongó húsvéti örömmel ajánljuk fel áldozatunkat, amely által csodálatosan újjászületik és növekszik egyházad, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mi értünk és mostanában.
mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozottá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány, mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvét öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, amirunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadét ajánljuk fel neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben és vezesd az egész földkerekségen. Szolgáddal, Ferenc pápánkkal, László főpásztorunkkal, mindazokkal, akik az egyetemes és apostolített hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, gádoros népéről. Emlékezzél meg minden jelenlévő, akinek hitét és buzgóságát ismered. Akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övékért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében és hódolatokat bemutatják neked, az örök élő és igaz Istennek. Amikor most megünnepeljük a mérünk Jézus Krisztus testi feltámadásának szent napját, a szentek közösségben tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édes anyjáról, valamint Szent Józsefről, Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről, az ő érdemeikét és könyörgésük alatt, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogad megengesztelődve ezt az áldozatadományt tőlünk szolgáit és házad egész népétől. Fölajánljuk neked azokért, akik is új életre születtek vízből és szent lélekből, és elnyerték minden bűnük bocsánatát. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattal és védj fel választottait körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adomány, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá is előtted, kedvessé, hogy legyen ez számunkra, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte. Tanítványainak adta is, így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyh, az új és örök szövetségi, ez a vér. Értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Ime hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, ma a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Uronak áldott szenvedésről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőten áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kenyerét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igazszolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyágnak Ábrámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőten áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod, vigye áldozatunkat mennyi oltárodra, Isteni fölséget szín elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, gádoros elhunytjairól, akik a hitjelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, aki irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal. Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpituával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Ceciliával, Anasztáziával és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük irgalmadból, mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus Amironk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele is, ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkból, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadás után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten maradj!
adj nekünk békét. Ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizzem meg az örök életre. Thank you.
Szavíri Szent Ferenc imájával is hálát adunk a szívünkbe költözött Jézusnak. Ja, hívek ilyenkor lelki áldozást végezhetnek. Azt jelenti, hogy kérjük Jézust, hogy adja a kegyelmeit ilyen helyzetben is, amennyire ez lehetséges, és kérik, hogy minél hamarabb ténylegesen is a szívükbe tudják fogadni. Ó Istenem, szeretlek forron mélyen, nem mert a kárhozatos szörnyű ilyen gyötrő tűzbe vetsz, ha elhagylak, s nem mert egednek édes fényességét, szent örömben úszó angyali zenéjét ígéred nékem szárnyaid alatt. De mert a kereszten karjait kitártad, emberi szívemet szívedre vártad, rútól kiszögezve, jaj, felém hajoltál, vérfutott a arcod, édes, tüzes oltár, bűnömért viseltél szörnyű ékességet. Meg nem állottál a gyötrelmek mesdjéjén, átmentél az éjek szörnyűséges éjjén, borzalmas kísértet, gyalázat és szitok, lélek, hóhérok, gyűlölet, kárpitok, föttek, jaj, követtek az utolsó szóig. Rettentő mértékkel mértett szeretésed, ó, legyek, hadd legyek könnyező vetésed. Hadd legyek, én legyek a te aratásod, míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod. Szeretlek, szeretlek, nem mert megmentettél, hanem mert a vérig, halálig szerettél. S amint te szerettél, szeretlek most téged, életem és lelkem fölkínálom néked. Szeretlek, szeretlek, te vagy a királyom, Istenem, mindenem, örök mennyországom. Amen. Húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták, ünnepeljük tehát a tisztaság és igazság kovásztalan kenyerével. Alleluja. Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy húsvét szent titkának ünneplés által megújulva eljusson a dicsőséges feltámadásra Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hálás köszönetet mondok mindazoknak, akik ezt a közvetítést lehetővé teszik. Külön elismerésem a Gádosi Önkormányzatnak, a Pro Gádor Kft.-nek, és név szerint is hadd szabadjon Rosta Tibor úrnak megköszönni, aki virágvasárnap is biztosította számunkra ezt a lehetőséget, illetve tegnap pedig hadd szabadjon Vas Melindának megköszönni, hogy ő is a lehetőségekhez képest igyekezett a nagyszombati liturgiát közvetíteni. Kegyelemteljes húsvét ünnepet kívánok mindenkinek, és jó egészséget természetesen. Az Úr legyen veletek! És veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Alleluja, alleluja. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja. Krisztus el a bor, halljál!
ki tudja merre visz a végzet, göröngyös hóban, sötétén jelent, lezess még egyszer, győzelemre néped, Csaba királyként, csillag ösvényed, maroknyi széken, hajlik itt a szikla, népek harcának, zajló tengerén, fejünk az árnyaj, százszor elborítja, ne hagyj el veszni, erdély és lennőn. Maroknyi széken, hajlik mint a szikla, népek harcának, zajló tengerén, fejünk az árnyal.